Jó napot kívánok! Alig egy hónap múlva európai uniós választások lesznek szerte Európában. A statisztikák azt mutatják, ez a leginkább, vagy inkább legkevésbé érdekelt választás. Csak hogy az élet egy picit megváltozott körülöttünk, és ennek a választásnak valószínűleg minden eddiginél nagyobb lesz a tétje. Vendégem Zukó Gábor, az Európai Parlament magyarországi képviseletének vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Valóban ez egy picit másmilyen választás lesz, mint az eddigiek voltak? Én azt remélem, hogy igen. Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének a vezetőjeként is fontosnak tartom azt az üzenetet közvetíteni, hogy vegyünk részt ezen a választáson. Biztatom a nézőinket is, hogy menjenek el választani. Hiszen Európa előtt nagyon sok fontos kihívása. Talán az egyik legfontosabb, hogyha egy kicsit messzebbről nézünk rá Európára, hogy ebben a globalizálódó világban Európa befolyását, legyen az gazdasági, technológiai vagy politikai, csak akkor tudja megőrizni, hogyha összetartunk. Ha összetartunk, és ez az együttműködés, ez a közösség jól működik együtt. És ez a közösség, amit annak idején békeprojektként hoztak létre, de ma már egy érték és érdekközösségként működik, és jól működő gazdasági érdekközösség, hogy ebben kik képviselnek minket, kik hozzák azokat a döntéseket, amik meghatározzák ennek a közösségnek a jövőjét, meghatározzák, hogy milyen típusú válaszokat ad a kihívásokra, legyen az klímaváltozás, technológiai, migráció és egyéb kérdésekben, arról mi dönthetünk. Tehát az egy hibás kép azt mondani, hogy Brüsszelben valaki dönt. Brüsszelben nem valaki dönt, Brüsszelben az Európai Uniós intézményekről a döntéseket az általunk megválasztott képviselők hozzák, vagy az Európai Parlamentben, akiket közvetlenül választhatunk, vagy pedig a kormányok képviselő az Európai Unió tanácsában. Tehát minden Európai Uniós döntésnél ott ül az általunk megválasztott tisztségviselő, képviselő, vagy európai parlamenti képviselőként, vagy pedig a magyar kormány képviselőként, akit viszont a nemzeti választáson választunk meg. Tehát nagyon fontos kihívások vannak Európa előtt, hogy erre milyen válaszokat fogunk találni, milyen válaszokat fogunk megfogalmazni, ez rajtunk is múlik azon keresztül, hogy kit választunk meg. De ebből adódóan persze feladat is van, tehát akit megválasztunk, fontos, hogy ne távol legyen tőlünk, érezzük közelebbinek magunkhoz, úgymond Brüsszelt, úgymond az uniós intézményeket, tehát az általunk megválasztott parlamenti képviselőnek, de akár az uniós tisztviselőknek is, mint én vagyok, fontos az, hogy folyamatos párbeszédben kell lennie a polgárokkal, és ezért is járom én is az országot, és jöttem most például Szekszárdra, hogy közvetlenül találkozzam a problémákkal, ezért találkoztam megyei közgyűlési vezetővel, országgyűlési képviselő, és fogok találkozni fiatalokkal is, és szeretném hallani az ő véleményüket is, milyen problémákat látnak, mit várnak az uniós intézményektől, és hogy látják az unió jövőjét. Erre a látogatásra még a beszélgetés végén visszatérünk, de maradjunk egy picit még Brüsszelben. Mennyire érzi, hogy feszültség van az unión belül abban a tekintetben, hogy merre felé menjen Európa? Az, hogy feszültség van, az természetszerű. Most 28 tagú az unió, de hogyha az Egyesült Királyság ide, akkor is 27 tagú lesz, sokan be szeretnének lépni, tehát például a Nyugat-Balkán országai közül többen is eséllyel pályáznak, hogy tagok legyenek. Sok-sokféle érdeket kell egyeztetni, és sokféle különböző célt kell megvitatni, és ez az érdekegyeztetés sok-sok vitával jár, és ez egy uniós intézményrendszeren keresztül valósul meg. Úgy is szoktuk mondani, hogy az európai érdekegyeztetés karddal történt évszázadokon át, és a II. Világháború után az európai közösség úgy gondolta, hogy másféle érdekegyeztető módszert szeretne kipróbálni, és azt gondolta, hogy a gazdaságilag és politikailag együttműködő országok nem fognak fegyveres konfliktusba keveredni. Úgy tűnik, hogy az idő azokat igazolta, akik ezt a bölcsességet megfogalmazták, tehát az Európai Unió területén azóta nem volt ilyen típusú konfliktus, és reméljük, hogy nem is lesz. És ezt szolgálja az, hogy az érdekegyeztetés az párbeszéddel és vitával történik.
hogyha valaki azt látja, hogy az uniós intézményekben, akár Brüsszelben, akár máshogy hosszantartó viták, egyeztetések vannak, esetleg néha parttalanok is, gondoljon arra, hogy ez arról szól, hogy bizony 27-28 féle érdeket kell egyeztetni, ez sokszor nehéz, de legtöbbször eredményre vezet. Statisztikák szerint az ügyek 95-97%-ában végül is sikerül egyfajta konszenzus teremteni, megoldani a problémákat, ami pedig vitás kérdés marad, az is egy demokratikus körülmények között párbeszéd mellett próbáljuk, vagy vita mellett próbáljuk megtalálni erre a megoldást. Ugyanakkor azt mondják, hogy Európa bajban van. Bajban van, mert nem tudja, hogy merre tovább. Legyen egy egységes Európai Unió, vagy nemzetállamok szövetsége, vagy minden állam legyen egy önmaga erős nemzetállama, és abból jöjjön létre valamiféle együttműködés. Hát ezért indult egy vita az unió jövőjéről, amikor Nagy-Britannia kilépett a... úgy döntött, hogy kilép az unióból, kilépett, az még egy másik kérdés. Tehát az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép. A 27 úgymond maradó tagország vezetői összejöttek, először Pozsonyba és Rómába, és azt mondták, hogy Európa előtti kihívásokat mi az Európai Unió keretei között tudjuk megoldani, ez a leghatékonyabb forma rá, mi együtt akarunk maradni. És nagyon fontos kérdésekben, közös célokat is határoztak meg, szakpolitikai kérdésekben, hogyan teremtsünk jobb munkahelyet, hogy legyen versenyképesebb Európa, hogy állítsuk meg a migrációt, hogy erősítsük a belbiztonságot, és ebbe célokat is határoztak meg, és elindítottak egy vitát az unió jövőjéről, mely vita most is folyik, sokan fogalmaztak meg sokféle választ ezzel kapcsolatban, és ezt próbálják összegezni majd Nagyszebenben május 9-én, amikor ismét összejönnek Európa vezetői. És ebben a vitában Magyarország is megfogalmazta az álláspontját, és többen mások is. Azért egyértelműen látszik, hogy senki sem gondolja, hogy Európai Egyesült, bocsánat, lehet, hogy valaki ezt gondolja, de a megválasztott, tehát a tagországok vezetői közül senki sem vezetett elő egy olyan elképzelést, hogy Európai Egyesült Államokat kellene létrehozni. Tehát mindenki érzi, hogy vannak olyan kérdések, amiben hatékonyabban tudunk fellépni közösen, és vannak olyan kérdések, amelyek inkább jobban megoldhatók tagországi hatáskörben. Sokan mondják, hogy Európa akkor erős, hogyha a tagországi erősek, ebben én egyetértek, azt hozzátenném, és akkor, hogyha az európai intézmények pedig abban erősek, amilyen hatásköröket mi magunk önkéntesen delegáltunk a részükre. Azt hiszem, hogy azzal az elvvel mindenki egyetért, hogy azokat a kérdéseket kell európai szinten tartani és megoldani, ahol hatékonyabb megoldást találunk a közös, tehát a közösségi szinten, és azokat a kérdésekre, amit meg tudunk oldani helyi szinten, legyen az tagországi, vagy akár városi, vagy önkormányzati szinten, azt nem kell európai szintre delegálni. Fölösleges. Miért kellene úgymond központilag dönteni olyan kérdésekben, mert a megoldás könnyen megtalálható tagországi szinten is. Azt gondolom, hogy egyetértés van egy ilyen típusú elvben, legfeljebb eltérnek az elképzelések alól, hogy melyek azok az ügyek, amelyek hatékonyabban oldhatók meg európai szinten. Ja, de az ördög a részletekben. Ördög a részletekben, de a legutóbbi időben is több olyan kérdés volt, ami egyetértés volt, hogy bizony azt jobb lenne, hatékonyabb lenne európai szinten megoldani, például védelemgazdaságban, belbiztonság növelésében, a közös határok között a biztonságot úgy tudjuk megtartani, megoldani és biztosítani, hogyha például egy nagyon hatékony belbiztonsági együttműködés van. A haderőfejlesztést, közös technológiai fejlesztésekkel hatékonyabban tudjuk megoldani, amellett, amiben bizonyított eddig is a jól működő egységes piac, ami bizonyított, és Magyarország számára is előnyös, egy olyan intézmény, amit meg kell őrizni, és amit tényleg közösen kell irányítani. Mennyire volt megdöbbentő az unió számára a Brexit döntése? És azt is gondolom, én magam, hogy az angolok most már erősen vakargatják a fejüket emiatt a döntés miatt, és el fognak követni tám mindent, hogy mégse így legyen. Azt gondolom, egy külön műsort szentelnénk neki, akkor sem tudnánk erre választ találni. Én magam személy szerint sajnálom ezt a döntést. Sokokat sokként ért, szerintem a brit politikai elitben is. Tiszteletben tartom a brit polgárok döntését, hiszen ez egy népszavazás volt, de sajnálom. Én azt gondolom, hogy gazdasági szempontból és közös európai célok szempontjából is előnytelen,
mind Nagy-Britannia, mind Európa számára, és most már azon kell megpróbálni dolgozni, hogy egyrészt, ha kilépés lesz, akkor az rendezett legyen, és hogyha rendezett a kilépés, akkor találjuk meg azokat a pontokat, a hosszú távú gyümölcsöző együttműködést ki tudjuk alakítani egy megállapodással, tehát elkerüljük azt, hogy egy rendezetlen módon történő kilépés után praktikusan az együttműködésnek még az elveit sem tudjuk kidolgozni. Ezért dolgoztunk együtt több éven át, európai tagországok és intézmények Michel Barnier-t bízták meg főtárgyalóként, és kidolgoztunk egy megállapodást, amit a kilépés feltételeit rendezett módon meghatározná. Ezt a 27 maradó tagország, az európai intézmények elfogadták, a brit kormány is elfogadta, de a brit parlament nem szavazta meg. Itt tartunk most. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és úgy tűnik, hogy eddig a brit parlament nem tudott egy olyan opciót sem meghatározni, melyik mellett lenne meg a többség. Hát nagyon remélem, hogy közös bölcsességgel el fogunk jutni odáig, hogy sikerül meghatározni ennek a, tehát egy olyan elképzelést, ami mellett ott többséget lehet kialakítani, de azt gondolom, hogy a jövőbeni együttműködésről, de azt gondolom, hogy a kilépés feltételeiről meghozott megállapodás az nagyon jól tükrözi a lehetőségeket és a közös érdekeket is. Tehát az európai oldalról ezt látjuk egyedüli járható útnak. Csak két nagyon rövid dolog a Brexitre. Látja az esélyt, hogy ez ne következzen be? Én nem akarok most már ebben a stádiumban semmiféle ötletelésbe menni. Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha a közösség tagjai maradnának, de nem szeretnék már ötletelni, mert azt gondolom, hogy olyan stádiumban vagyunk, ami az felelőtlenség lenne, hogyha én most a vágyaimat itt fogalmaznám meg. De a másik nagyon gyors kérdés, hogy Magyarország, illetve a magyar állampolgárok számára mit jelenthet pozitívumként vagy negatívumként a Brexit? Hát én most pozitívumot nem tudnék felsorolni. Negatívumként azt kellene tudnunk, hogy mi lesz utána. Azt még nem tudjuk pontosan, hiszen még ugye a kilépés feltételéről sem sikerült megállapodni, hiszen nem fogadta el a kitárgyalt megállapodást a brit parlament, és pontosan a kilépés feltételei meghatározó megállapodásban volt benne egy átmeneti időszak, ami alatt meg tudtuk volna állapodni a jövőbeni együttműködésnek a feltételeiről. Hát nyilvánvaló az, hogy milyen hatása lesz a Brexitnek például az uniós gazdaságra, az uniós tagországok gazdaságára, az nagyban függ attól, hogy mi lesz a jövőbeni együttműködés. Úgyhogy ezt még nem tudjuk. Amit látunk az, hogy van egy kölcsönös jó szándék, hogy például a már ott dolgozó munkavállalók kölcsönösen, azok maradhatnak hasonló feltételekkel, ahogy elkezdtek dolgozni, tehát sok magyar állampolgár él és dolgozik, ők maradhatnak. Úgy tűnik, hogy erre megvan a szándék, és kifejezett a szándék. Viszont a gazdaságra gyakorolt hatását egész pontosan nem tudjuk addig megmondani, amíg nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövőbeni együttműködés. Az látható, hogy a magyar gazdaságra ez nem lenne sokszerű hatással, bár lenne negatívuma. Én még továbbra is abban reménykedem, mint optimista és optimizmussal gondolkodó ember, hogy sikerül a kilépési megállapodást elfogadtatni, és egy olyan jövőbeni együttműködéssel megállapodni, ami kölcsönös érdekeket szolgálja, tehát egy széleskörű kereskedelmi megállapodás, vagy akár ezen túlmenő megállapodás is jöhet létre, és akkor elviekben közép és hosszú távon nem lesz probléma. Ezzel együtt természetesen nem lesz olyan kedvező ez az együttműködés, minthogyha tagország maradna az Egyesült Királyság, hiszen az Európai Unióval való legmélyebb együttműködési forma az, hogyha valaki tagként részt vesz ebben a közösségben. Egy picit jöjjünk haza. Megváltozott Magyarország megítélése az utóbbi időkben?
Én nem érzem sem feladatomnak, nem is érzem úgy, hogy hitelesen nekem kellene megállapítani valamiféle, hogy mondjam, álláspontot foglalni arról, hogy milyen meg Magyarország. Magyarország teljes értékű, teljes jogú, megbecsült tagja az Európai Uniónak, a döntéshozatalában aktívan részt vesz, az egységes piacnak a részese, az egyik legnyitottabb gazdaság az egységes piacon többlettel rendelkezik, tehát a gazdasági lehetőségeit ebben kihasználja, aktívan formálja az Európai Uniós szakpolitikákat, bármelyikről legyen szó, aktívan részt vesz a jövőbeni költségvetés vitájában. Tehát azt gondolom, hogy egy tagországként aktív részese a közösség formálásának. Ezzel kapcsolatban lehetnek különböző vélemények. Én, mint uniós tisztviselő, nekem az a feladatom, hogy ez az együttműködés minél jobb legyen, az uniós intézmény, jelen esetben az Európai Bizottság, amit én képviselek, és általában Magyarország, ezen belül is a magyar hatóságok, szervezetek, egyetemek és a többi között. Ennek érdekében én mindent megteszek tájékoztatással, és ahol úgy látszik, hogy egy kicsit a fogaskerekek csikorognak, ott egy kis olajozással, néha pedig vitával, mert hát nem mindenben van egyetértés. Jó, akkor úgy kérdezem, hogy a kint működő politikusok, vagy a szakcégek, vagy szakszervezetekben működő képviselők, vagy tisztségviselők megítélése változott-e? Viszont nem a feladatom, hogy én erről véleményt alkossak, vagy tájékoztatást adjak. Ez én tisztviselőként azt gondolom, fontos feladatomnak tartom, hogy pártatlanul és a minél jobb együttműködés érdekében dolgozzam. Jó. Azért jött, hogy a polgári párbeszéd Európában jövőjéről beszéljen egy picit, most éppen Szekszárdon majd diákoknak. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondta, hogy ön járja az országot, és sokféle korosztályjal találkozik, és próbálja elmesélni, hogy mi is történik Európában. Mit tapasztal? Valóban ez a párbeszéd, ez nem kampányszerű. Ez a párbeszéd arról szól, mint ahogy kezdtük is, hogy ezek az európai intézmények nem szabad, hogy valami távoli szervezetek legyenek a polgárok számára. Fontos az, hogy a képviselők, tisztviselők, úgymond bürokraták közvetlenül is találkozzanak a polgárokkal, és közvetlenül is hallják a véleményüket, vagy egyáltalán mi foglalkoztatja őket, illetve tájékoztatást adjanak a tervekről. És valóban az elmúlt évek során bejutottam lassacskán már minden megyébe, és nem csak a megyeszékhelyre, máshol is próbálok menni, és találkozom vállalkozókkal, gazdálkodókkal, diákokkal, egyetemi hallgatókkal, nyugdíjas klubokkal és a többi, ahova hívnak, és nagyon sokféle kérdést kapok, nyilván még az aktualitás mindig izgalmasabb, mi lesz az Egyesült Királyságra, amiről beszélgettünk, mit akar tenni a migráció megelőzésére az Európai Unió, mit tesz a klímaváltozásért, és valóban Magyarország mennyire sikeres az Unióban, és egészen speciális kérdések is felmerülnek. Ezeknek a találkozóknak az a célja, hogy érezzék például a szekszárdiak is, hogy az Európai Unió nem valami távoli dolog, az nem egy idegen intézmény, hanem azok mi vagyunk. Mi mindannyian európai polgárok vagyunk, hiszen magyarok vagyunk, mi mindannyian választhatunk és befolyásolhatjuk ezeket a döntéseket, mivel foglalkozik az Európai Unió, akár legközelebb az európai parlamenti választáson is. Tehát ez az egész párbeszéd arról szól, hogy közelebb hozzuk az európai döntéshozatalt, az európai intézményeket az európai polgárokhoz, a magyar polgárokhoz, a tolnai polgárokhoz, a szekszárdi polgárokhoz. Hogy gondolkodik ma a fiatalság Európáról a tapasztalata alapján? Ők európai polgárnak tekintik magukat, vagy nagyon sok mindent el kéne nekik mondani ahhoz, hogy ők azok legyenek? Egy picit én úgy érzem, hogy mi magyarok úgy genetikailag európainak érezzük magunkat, hiszen Szent István óta az európai orientáció szinte adottság, és amikor Magyarországot engedik, hogy szabadon válassza meg az orientációját, akkor általában az európai orientációnál kötünk ki
és európainak érezzük magunkat. Én azt is szoktam mondani, hogy az Európai Uniós csatlakozással nem Európába beléptünk, hanem visszatértünk Európához. És ezt érzem azok között is, akár legyenek akár fiatalok, idősebbek, hogy ők természetesnek veszik, hogy Magyarország ennek az európai közösségnek a részese. Nem veszik természetesnek és adottságnak, hogy milyen véleményeket alkotnak különböző európai véleményformálók, mert aktívan szeretnék ezt befolyásolni és vitatkozni róla. Egyébként nem csak az én érzésem, hanem az Eurobarométer kutatások is azt mutatják, hogy Magyarországon nagy az unió támogatottsága, viszonylag nagy száma, 70% fölött érzik uniós vagy európai polgárnak magukat a magyarok, és az átlagos ismeretszintjük is kicsit nagyobb, mint tehát a magyarok ismeretszintje az Európai Unióról, magasabb szintű, mint az európai átlag. Ebben picit remélem érezni a saját munkánkat is, hiszen van egy középiskolai programunk, ahol uniós tanórákat tartunk, de a magyar tananyagnak is része már a középiskolai gimnáziumi szinten egyfajta európai uniós ismeretek. Úgyhogy összességében úgy érzem, hogy a magyarok jelentős része támogatja az uniós tagságunkat, európainak érzi magát, de természetesen ez, hogy adottságnak tekinti, az nem jelenti azt, hogy automatikusan el is fogad bármiféle európai döntést, hanem bele akar szólni, vitatni akarja, szeretné, ha a véleménye megjelenne, és ezt egyébként legjobban úgy tudja megtenni, hogyha aktívan részt vesz ezekben a párbeszédekben, részt vesz a választáson, befolyásolja azt, hogy ki fogja őt képviselni például az Európai Parlamentben. Dukó Gábor, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.